Gyöngyösön tartották az Egri Főegyház megye tanévzáró Tedeumát 2021. június 9-én. Lóczi Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke köszöntőjében rámutatott. A hálaadás bennünk gyökeredzik, mert mindig van okunk hálát adni. Most ebben az időszakban ez különösen igaz. Szeretnénk ennek a nevelési évnek a végén is megköszönni tisztelt szülőknek a bizalmát, akik ránk merték bízni gyermekeiket, megköszönni mindazok munkáját, akik ezek között a nem könnyű körülmények között utat találtak, tanítottak, neveltek, lelket gondoztak, és bízunk abban, hogy ebben az elmúlt tanévben, hitben, emberségben, lelkületben, szeretetben, egyházhoz tartozásban, és nem utolsó sorban az Eukarisztiával való kapcsolatunkban új inspirációkat kaphattunk, új megfontolások jutottak el hozzánk, és így közelebb kerülünk ahhoz az Úr Jézushoz, aki mindannyiunkat összegyűjtött. Ternyák Csaba egri érsek szentbeszédében úgy fogalmazott: köszönetet mondunk Istennek és mindenkinek, akik azon dolgoztak, hogy ez a tanév is eredményes legyen. Az érsek kiemelte, az átalakulás életünk egyik fontos eleme, de ehhez mindenkinek időre van szüksége. Fontos, hogy tudatában legyünk, akik ma vagyunk, az holnap már nem elég. Krisztus követésünk és emberségünk azt kívánja, hogy folyamatosan fejlődjünk, megújuljunk. Szent Pál apostol a mai szentleckében, amelyet a kolosszeieknek írt, erre figyelmeztet bennünket. Egy állandó önnevelésre van szükségünk. Ő úgy fejezi ki ezt, hogy öltsétek magatokra. Öltsétek magatokra az új embert. Öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget, a türelmet. Majdnem olyan, mintha magunkra öltünk egy ruhát, egy kabátot, amit felveszünk. Öltsük magunkra nap mint nap, tudatosan ezeket a jó tulajdonságokat. Ezért olyan fontos, hogy minden napunkat imádsággal kezdjük. Hogy az Isten jelenlétébe helyezzük önmagunkat, és felvállaljuk azt, hogy ma is keresztényként akarunk élni. A szertartás végén Balogh Gyula plébános köszönetet mondott a főpásztornak a szentmiséért, és köszöntötte az érseket, akit 14 évvel ezelőtt éppen ezen a napon iktattak be. A szentmise után elbúcsúztatták a nyugdíjba vonuló igazgatókat és óvodavezetőket, és kitüntetést adtak át az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézményekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákoknak és közösségeknek. A tanévzáron kihirdették az idei évre kiírt a Család Istentől rendelt közösség című vers és prózaíró verseny eredményét, és díjazták a legjobbnak ítélt alkotókat. Az ünnepség végén Ternyák Csaba egri érsek gratulált a kitűnő teljesítmény nyújtó diákoknak, és bezárta a tanévet. Lezárom a 2020-21-es tanévet az Egri Főegyházmegye intézményeiben. Istennek legyen hála, Deo gratias!